Afganisztánnal kapcsolatban nyilván, ahogy szokás mondani, elég sokan tisztában vannak a témával, háborúk Afganisztánban, konfliktusok Afganisztánban és Afganisztánnal kapcsolatban. Ezek közül elsősorban arra szeretnék koncentrálni az előadásomban, hogy a leginkább a nagyhatalmak motivációjára a betöréshez, a kudarcuk okaira, vagy inkább folyamataira, mert szeretném valamennyire folyamatában bemutatni ezt az egészet. És ezen kívül arra, hogy hát miért is volt pont Afganisztánban a konfliktus, miért választották ezt az elátkozott hegyvidéket és alföldi régiót arra, hogy itt játsszák le a nagyhatalmak egymással, meg a terrorizmussal, meg minden egyéb mással a saját játszmáikat. Úgyhogy igen, ezek lesznek a fő koncentrációk, nagyhatalmi indokok, nagyhatalmi kudarc, és hogy másfel kell mozgunk ezen, igen, és hogy mi is az, ami igazából Afganisztánt ilyen harci területé tette, mi is az a nagy belső konfliktusok Afganisztánban. Röviden azért mégiscsak az országról, aki esetleg ismeri, nyugodtan eszkipelhet. Egyébként most szólok előre, hogy én nem vagyok közel-keletes, közép-keletes, nem tudok a helyi nyelveken, még arabul se egyébként, úgyhogy a szakma esetleg mély szakértőtől elnézést kérek, ezt a részt pedig ők nyugodtan szkipelhetik is. Afganisztán a notét funkció, most már meg is találom, és egyszerűen a spotlightot is. Afganiszt nem. Nem jó, egy pillanat, keresem a spotlightot, minden jó lesz mindjárt. Igen. Tehát Afganisztán alapvetően ott helyezkedik el, ahol a piros körrel körzök. Ez alapvetően Közép-Ázsia, Indiától, milyen meglepő dolgokat mondok, Indiától északnyugatra, Kínától is nyugatra. Ez nem egy arab terület, ez nagyon fontos. Az arab világ határvidéke nagyjából Irak is Irán határa elhúzódik. Egyébként definíció szerint is, mert Irán régebben Perzsia volt, tehát Perzsiában a perzsák lettek meg hasonló népcsoportok, röviden. Alapvetően mindig is egy elátkozott vidék volt szegényke. Közben ezt be kell zárnom, jól láttam. Mindig egy elátkozott vidék volt szegényke, mert hogy mindig birodalmi határvidéken feküdt, és éppen ezért állandóan minden birodalom akcióit megszívta. Milyen birodalmak voltak ezek? Alapvetően hagyományosan és regionálisan mindig Perzsia, keleti Perzsia, és aztán 1970-es évektől tudnom kéne a dátumot, Irán keleti peremén feküdt, néha részeként, néha innen származott az uralkodóház, azt hiszem a Kádzser, bár a sárközi tanár úr agyon is felnemelt, tehát tök rosszul mondtam. Alapvetően Perzsiának volt egy regionális érdeke itt, és egyébként ma is van. Ezen kívül az 1810-20-as években az angolok érték el, ha mondhatni a tenger felől, tehát hosszú távon a tenger felől, az angolok Indiát foglalták el, legutoljára a Maratha Konfederáció cégszervel 1803-ban, és aztán elérték az ő rettegett északnyugati határvidéküket, a mai pakisztáni afganisztáni határt, nagyjából a 20-as években, aztán 39-től már ők is rendesen szívtak Afganisztánban. A harmadik nagy terület, régió, hatalmi központ, lehet, hogy ezt mondani, hogy civilizációs központ, szerintem inkább nem hagyjuk is ezt, tehát hatalmi központ az oroszoké, mindjárt is visszakeresem azt a nyomorult spotlightot, hello, akik nagyjából 1556-ban, igen, ők 300 éves távlatban kezdték el a benyomulásukat Közép-Ázsiában, meg Szibériában is, Szibéria az egy másik ág volt, Közép-Ázsiát 1865-re foglalták el, mondhatni elég stabilan, de Afganisztánban nem nyomultak be alapvetően. Egyszerűen azért maradt ez birodalom a határvidéken, és nem is lett egyiknek a része sem, mert hogy mindenki tartott attól, hogyha a másik elfoglalja, ismét magok következnek itt, igen, ha a másik elfoglalja, akkor majd az ő birodalmi területére halad tovább, tehát az oroszok attól tartottak, hogyha, de most röviden bezumoltunk, oroszok voltak régen fent,
a britek itt Pakisztán területén, perzsákat hagyjuk, ők szerencsétlenek, elég passzívak voltak nagyjából az 1970-es évekig. Szóval, hogy az oroszok attól tartottak, hogy majd az angolok nyomulnak be Afganisztán után, az angolok attól, hogy majd az oroszok nyomulnak be, és éppen ezért mind a ketten így meghagyták ilyen fehér foltként, ütköző államként ezt a területet. Viszont éppen ezért, mert hogy nem volt egy valós, komoly, civilizációs központ köré szerveződő, organikusan kialakult állam, ezért nagyon szarul lett összerakva az egész, mert hogy voltak afganisztáni uralkodók, afganisztáni központ uralkodók, de Afganisztán és a köré szerveződő régió az amúgy nem ekkora, szóval ezt így körben nyírták. Például, ha elég csak megnézni az etnikai térképet, itt most nincs a térkép, csak ilyen szép feliratok, amiket is van, hogy csúszva, de fantasztikus, az egész egy kicsit balra kell lennie, és na mindegy. Szóval alapvetően Afganisztánban hát három fő népcsoport él, amiből az egyik népcsoport az nem is népcsoport, hanem népcsoportok, és még vannak kisebbik is. Szóval vannak alapvetően a pastok, akik egy ilyen 50%-ot adnak ki, az az ő nagyon nagy gondjuk, hogy a felük Pakisztánban él, szóval, hogy van az a pastú etnikai régió, és akkor a fel az Afganisztán, tehát kelet, meg dél, egészen Heratig, hogyha látjátok itt az egyik felirat alatt Heratnak a nevét, és a maradék meg Pakisztán Belugisztáni régiója. Ezen kívül vannak a hazarák, akik nagyjából az Afganisztán felirat környékén kellene élniük, hogyha nem szúrtam volna el a térképnek az elhelyezését. Ők a valahai mongol hódítók leszármazottai, ezen kívül vannak a vegyes tűrt népek, akik özbegek, tádzsikok, vagy kisebb törzsek, például nurisztániak és hasonlók. A pastuk még úgy is megvannak osztva, hogy van a pastu, vagy paktú nyelvet beszélő pastuk, akik hát a saját nyelvüket beszélik, ugyebár ez egy ilyen hindihez hasonló dolog, és vannak a dari nyelven beszélő pastuk, akik hosszú perzsa befolyás miatt egy ilyen keleti perzs nyelvjárást beszélnek, amit persze nem illik így mondani, hogy keleti perzs nyelvjárás, mert akkor az afganisztáni azt mondaná, hogy hát te megkérdőjelezed az identitásomat azzal, hogy azt mondod, hogy én perzsául beszélek, én nem vagyok perzsa, hanem afgán vagyok, oké. Tehát ők egy darit beszélnek, ami hasonlít a perzsára, de mégsem egy nyelvjárás. Maradjunk ennyiben. Történt a kezdetén, mondjuk 70-es években Afganisztán egy iszonyatosan elmaradott, bár az megint csak kultúra, szintén mindegy, hát sajnos manapság már semmi sem lehet mondani. Tehát egy rendkívül hagyományos gazdasággal rendelkező ország, alapvetően mezőgazdaságból élve, nomád és félnomád társadalmak, meg valamelyes földművelő társadalmak, persze van egy nagyon vékony városi és adott réteg, hegyekben főleg állattartással, síkság a hindukusban, amely amúgy ketté is osztja Afganisztán, tehát még egy ilyen fajta tagoltság is van, hogy és a déliek annyira nem tudják, mi történik mondjuk Mazar-e-Sharif környékén, ami az északi peremvidéken van, mert mondjuk 1000 kilométerre van, és lóval lehet oda menni, és akkor meg talán lehet arról beszélni, hogy a postamester, akinek a unokabátyának van telefonja, az azt mondta, hogy Mazar-e-Sharifban leszállnak a tádzsikok. Tehát, hogy nincsen kommunikáció, nincsen egy országos újság akkoriban, nincs országos rádió, televízió, ez hülyeség, miket is beszélek. Szóval baromira tagolt társadalom, baromira hagyományos. Igen, a síkságokon van földművelés is. Síkság és vidék váltja egymást, síkság és hegyvidék váltja egymást alapvetően. A dél az alapvetően síkság, egyébként sokkal szárazabb is, mint ezek a szép kis folyóvölgyek itt. Inkább az északi is, hát síkság az dombságok, középegységek és völgyek. Ott vannak ezek a szebb, zöldebb területek, és a középső rész az pedig hindukus, meg északelet is hindukus. A Tátra az amúgy középegység Afganisztánban, tehát a magas Tátra az egy ilyen dombvidék és középegység között, tehát a hindukus, ez itt a Himalája közel van, tehát ezek 5000 méter, 6000 méter, 4-től 6-ig, és fölé még bőven, tehát itt azt hiszem, hogy Afganisztánban is vannak ilyen 7000-es hegységek, elég tagolt ország, és igen, alapvetően ezek a legfontosabb problémák. Igen, és még a miút is el van szúrva, igen, tehát egy kicsivel nyugatabbra, alapvetően Mazar-e-Sharifot, Heratot, Kandahárt és Kabult köti össze, Kabul amúgy... Jézusom. Kabul amúgy itt van, tehát... Aha, ott van, aha. Tehát
ennek a pontnak itt kellene lennie, így kell elképzelni ezt a körgyűrűt. Ez volt 1978-ban elvileg Afganisztán egyetlen burkolattal fedett útja, vasút nincsen, tehát itt lehet mozogni, utána meg mész terepjáróval, amíg ki nem törik a kereke, utána meg lovagolsz, ahogy ezt mindenki más is csinálta. Tehát egy rendkívül nehezen összetartható, és szóval egy elég, mondjam, a múltban élő ország. És aztán így érkezünk el ahhoz a ponthoz, amikor is fel kell vázolni azt, hogy na aztán ebben a hagyományos, a határvidékeken, a minden örökös határvidéken élő országnak mi is volt az óriási nagy probléma, ami miatt aztán mégis kirobbant egy nagy konfliktus a környéken és az országban. Ez alapvetően a modernizáció nyomása volt. Miért is robban ki a modernizációt vagy konfliktus? Azért robban ki a modernizációt vagy konfliktus, mert a modernizáció során rengeteg új hatalmi pozíció és erőforrás készülik, amit aztán meg lehet szerezni. Röviden. Azok, akiknek eddig nem volt semmiük, azok most igyekeznek megszerezni ezeket az új lehetőségeket, új tőke lehetőségeket, új pozíciókat. Akinek eddig volt, azok vagy azt akarják, hogy na akkor most már nekünk is legyen, akkor ez is legyen nekünk, vagy pedig azt akarják, hogy akkor menjen mindenki a francba, nem kell ide, nem tudom, központi kormányzás, és a bankrendszer, és infrastruktúra, és minden egyéb más, mert az minket a saját hagyományos törzsi pozíciójukat veszélyezteti, úgyhogy ez nem kell. És 1978-ban végül volt olyan ember, aki ezt a konfliktus kínáló gyúlegyet alaposan be is robbantotta, ez nem volt más, mint Hafizullah Amin, egy az University of Columbia-n tanult afgán úriember, fantasztikusan példázza az úriember az amerikai egyetemek két legfontosabb hátrányát 60-70-es években, és akár ma is. Egyrészt, hogy végtelenül önteltlen jött vissza Afganisztánba, másrészt pedig, hogy kommunistaként. Igen, nem Moszkvában térítették kommunista hitre, hanem az University of Columbia-n a 60-as években, ugyebár Flower Power, Youngs Get Out of Vietnam, Black Power, minden más, és kedves Hafizullah Aminunk, ott lett kommunista, onnan jött haza Afganisztánba, ahol aztán egyébként közben 70-es években mérsékelten folyt is Daud Khan alatt, az éppen aktuális vezető alatt, folyt is egy ilyen mérsékelt modernizációs folyamat, de Amin, és egyébként nem pont ő, hanem úgy általában a kommunista párt, de akinek ő fontos funkcionárisa volt, azt mondta, hogy ezt gyorsabban kell csinálni, és mivel a modernizáció folyamán egy csomó minden felbomlik, egy csomó minden átrendeződik, és a hatalmi viszonyok zavarosak. 1968 áprilisában, április 6-án vagy 9-én, már ugye 6-os vagy 9-es, megragadták a hatalmat, és még inkább felgyorsítottak modernizációt, amely még inkább kiélezte az országon belüli konfliktusokat. Alapvetően egy kommunista típusú államot kezdett el építeni, amin persze, mert hát ugye ő a Kolumbiáról jött, itt van egy országi analfabéta is, ő Hafizullah Amin, ő az, aki igazán tudja azt, hogy mit kell csinálni Afganisztánban, és mindenki más, aki mást mond, közben harangoznak, becsukom az ablakot, és mindenki más egy hülye, úgyhogy nem kell hallgatni semmiféle nyavajgásra, menni kell előre, mint az állat. Ugye a Szovjetunió ekkoriban, mivel ugye Özbegisztán, Türkmenisztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, ekkor a Szovjetunió része, a Szovjetunió szövetséges szovjet köztársasága pontosabban, ezért a Szovjetunió közel van, kommunista is, igaz, hogy ők elég gyanakodva néztek erre az Amerikában szállt kommunistára, de mindegy, kommunista az a lényeg, adtak neki elég sok pénzt, adtak neki tanácsadókat, és amin elkezdte átformálni az egész országot, ami aztán elég komoly ellenállásba ütközött. Igen, például nem volt szabad bevinni revolvert a gimnáziumba, mint ahogy egy másik területtel kapcsolatos regény írja, Kurban Said regény egyébként Azerbajdzsánról szól, a cári érában, de ez a rövid három mondat, amely egyszer említi meg egy európai modern nő iránti szerelmet,
a feudális és modern módszereknek az ütközését, és úgy általában az infrastruktúra és fejlesztést. Ez nagyon jól kifejezi, mi is volt a baj Közép-Ázsiában modernitással, az, hogy gyorsan jött, nagyon gyorsan jött, egy olyan országba, ahol még nem is sok, hogy a muszlim, hanem még a muszlim vallásnak a törzsi szokásokkal összekevert verziója élt, és abban jött bele egy olyan dolog, hogy térfelüli, hogy miniszoknyás nők mászkálnak az utcán, és az embereket elviszik kötelezően iskolába, hogy Hafizullah Hami megmondta, és mindenkinek ki kell járni a 8 osztályt, és az iskolában elmondják azt, hogy Allah igazából kamu, mert ugye jó kommunisták vagyunk, és elvesszük a földesurak földjeit, hogy ott aztán legyenek infrastruktúrális fejlesztések a szovjet kohéziós alapokból. Oda ez egy ilyen bombaként csapott be, és felborította az egész rendszert, és persze óriási tiltakozások voltak, amit aztán Hafizullah Hamin értelmiségéhez méltó módszerekkel folytott el, ahogy ezt a korabeli afgán plakát is kutatja, ami éppen a vörös szovjet kupából egy vérfröcskölő kupával emelkedik ki. Előfordult például olyan eset, amikor is a kormány bezáratott, nem is, a kormány elvette az aktuál, a nem valamelyik iszlám mollának a földjeit, a tanítványai elkezdtek ellen tiltakozni, a helyi hitoktató iskola a medreszének a diákjai, mire megjöttek a kormány katonái, összekötöztek mindenkit, betereltek egy nagy gödörbe, amelyet dózerrel jó erőre kiástak, és aztán, hogy megtakarítsák a további lépéseket, a dózerrel egyszerűen visszatolták a földet a tiltakozókra. És ez nem egyszer, hanem sokszor játszódott le, úgyhogy Hafizullah Hamin aztán méltó szólt meglepődni, amikor is, ahogy később nevezte őket, szent harcosok, mudzsahedek tömege nőtt ki a földből 1979 elejére, és megkezdte a háborút először 1979. március 15-én Heratban, az istentelen kommunista rezsim ellen. Heratban volt ez először, hogy a helyiek lemészárolták a kormánytisztviselőket és a szovjet tanácsadókat egyaránt, és egyébként jelzésértékűen, mint valami Hérodotosz történetben, az egyébként nyilvánvalóan a családjaikkel együtt számtalan más módon is meggyalázott hullák szájába, egyaránt földet tömtek, mint ahogy azt a később a felmentő erők felszedték, hogyha annyira akartok modernizációt, annyira akarjátok a földünket, annyira tudjátok, hogy mit kell csinálni a mi földünkkel, akkor tessék, itt van, vegyétek el, és bánjatok vele, ahogy szeretnétek, itt van, mi adunk nektek belőle szívesen. Így hát röviden ez volt az egész konfliktusnak az eleje, egy túl gyors modernizáció, ami ellen aztán egy alapos visszaütéssel járt, egy alapos felháborodás váltott ki, és a törzsek vélték a saját törzsbefolyásukat, aki muszlim volt, és nyilván mindenki muszlim volt, de hogy van egy ilyen irányzat is, a muszlim papság féltette a pozícióit, és úgy általában minden hívőt sértett rengeteg vallás ellenes intézkedés, és persze mindenki sértett az, hogy a Hafizullah Hami most minden magához akar ragadni, és mint egy sokadik nagy törzs, minden törzset le akar darálni, és felülről meghódítani Afganisztánt, és ez ellen felázottak, és elkezdtek harcolni. Hát mondhatni, vihar egy pohár vízben. Csak hogy itt nem csak pohár víz van, hanem vannak leviatánok is a környéken, akik szívesen kihasználják az ilyen lehetőségeket. Először is a Szovjetunió volt a sor, hogy mindenre válaszoljon. Alapvetően az volt a szovjet koncepciója, hogy igen, ez egy kommunista állam, amit ugye nagy presztízsveszteség lenne, mert nem megvédeni, elég béna lenne, hogyha ezt hagynánk pont a határaink mellett elveszni, már csak azért is baj lenne, hogy a határaink mellett elveszne ez a terület, mert akkor a mi határainkon belül élő türkmenek, özbegek, kürgüzek, tadzsikok és kazakok valamennyien kedvet kaphatnának hosszú távon arra is, hogy hogyha nekik sikerült a kommunista igazolása, akkor nekik is sikerülhet. Úgyhogy ezt már azért is korábban kéne tartani.
Ezen kívül, hát persze új egy csomó pénzt bele is fektetünk ebbe az egészbe, ugye kohéziós alapok, meg minden, úgyhogy ezt is meg kéne menteni. Alapvetően az volt az alapvető terv, hogy ezt a hülye kommunistát, ezt a gyárkát akartani, ezt be kell fejezni. Persze kommunista ember kell ide, volt mérsékeltebb emberek, Babra Karmal amúgy, de Hafizul a Hamin, aki amúgy közben minden más pártását kilövöldözve mondhatja a trónra tört, na őt ki kell lőni, őt tehát hogy ki kell mozdani valahogy, tehát el kell pakolni, nem érdekes, és valakit berakni, csak az a kérdés, hogy ezt meg lehet oldani invázió nélkül, vagy nem, most hogyha berakunk egy másik ember, de nem megyünk be a hadsereg, akkor mi lesz, akkor lehet, hogy sokkal rosszabb lesz, és hát ezek a dolgok mentek a Kreml folyosóin, aztán meg a központi bizottság, a Szovjetunió kommunista bolsevik pártjának a központi bizottságának az ülésein. Alapvetően három ember volt nagyon fontos döntési pozícióban ekkoriban, Leonid Brezhnev nyilvánvalóan, az ekkori főtitkár, Yuri Andropov, a KGB vezetője, valamint Dmitri Ustinov, a hadsereg főparancsnoka. Brezhnev egyébként, akármennyire véreskező rohadék is volt korábban, öregkorára mondhatni béketeremtő lett, hogyha lehet ilyet mondani egy kommunistára egyáltalán. 75-ben volt az például, hogy összehozta az európai hidegháború enyhülését jelentő nagy Helsinki megállapodást. Nagy olvasmányom volt nekem, amikor olvastam, hogy 74-ben még az egyezmény előkészítése során összejöttek a szocialista államok itt Budapesten a Margit szállóban, és a keletnémetek meg a lengyelek nyávogtak, hogy ők nem akarnak kiegyezni, és akkor hajnalban Brezhnev meg Kádár támogatta a szerencsétlen öreg Brezhnevet, járták sorba a szobákat, a vezeték szobáit, hogy na srácok, meg kell egyezni, jó, akkor meg, és minden egyéb más. Szóval Brezhnev alapvetően egy béketeremtő volt, azt mondta, hogy most az afganisztáni balhé nem kell nekünk, nem kell most beküldeni annyi embert, valamit majd elintrikázunk ott a palotában, berakunk egy mérsékeltebb vezetőt, adunk nem tudom 20 000 rubelt valamelyik muszlim vezetőnek, és aztán utána béke lesz. Viszont Ustinov meg Andropovnak más céljai voltak, mert hát ugye Brezhnev, mint mondtam, öreg volt, és már beteg is nagyon, és tudták, hogy hamarosan itt lesz egy utódlási harc pár éven belül, mert Brezhnev egyszer csak meghal, vagy valahogy elfelejtik kezdeni az agyvérzését, mint egy másik grúz származású úriembernek, úgymond 53-ban, és meg fog halni, és akkor nekünk kell pozícióba kerülni, és hát addig kell valamiféle presztízspontokat szerezni, amit fel lehet aztán mutogatni mindenki előtt, és hát itt van egy fantasztikus lehetőség, egy ilyen könnyű kis hadjárat itt Közép-Ázsiában, bemegyünk, a vörös hadsereg bedarál mindenkit, mindenkit elásunk a dózerekkel, és aztán pedig hazajövünk, és lesz még egy plusz egy csillagunk, hogy na mi ezt is megoldottuk, és mi vagyunk mekkora királyok, és aztán, hogyha meghal Brezhnev, akkor majd jó pozícióban leszünk. Úgyhogy a szerencsétlen öreg Brezhnevet alaposan meggyőzték, és 1979 végén el is kezdődött a szovjet csapatok benyomulása az országba, a már mondott körgyűrűn, valamint légi úton kabuli reptérre, valamint a közeli bagrami reptérre. Hafizullah Hamin elinte megörült, hogy ha, megjöttek a szovjetek, végre megmentenek engem, és szétverik ezeket a gonosz, ezeket a reakció, szétverik a klerikális és feudális reakciót, akkor, ahogy ekkoriban így lett mondani megfelelően, tehát a törzseket és a muszlim vallási vezetőket. Aztán rá kell döbbennie, hogy a szovjetek azok, igen, ezt is akarják csinálni, de ehhez más dolgok is tartoznak, ugye az apróbetűs ízben az is benne volt, hogy 1979. december 27-én a Spetsnaz Alfa, az a szovjet különleges erők egyik osztaga, az egyik ejtőernyős alakulat, segítségére körülvette az elnöki palotát, ahol amin éppen a családjával vacsorázott, és a tűzharcban nyomultak be az épületbe, lemészárolva az afgán elnök egyébként szovjetek által kiképzett testőrségét, amin házi köntösben a kisfiát felkapva próbált menekülni, az egyik spetsznazos hozzávágott egy jól időztett kézgránátot, és ezzel le is zárult Hafizullah Hamin a Columbia University-től kezdődő fényes és annyira világjobbító karrierje, és elkezdődött a szovjetek háborúja Afganisztánban, mert hogy igen, Hafizullah Hamin kinyírták, beraktak helyébe Babra Karmalt, egy prágai számüzetésből visszahozott mérsékeltebb vezetőt, de a klerikális reakció az nem állt le,
a mudzsahedek továbbra is meg akartak ölni mindenkit, aki mondjuk el akar ásni őket dózerekkel, mondjuk ez azt sem érthető. És éppen ezért megkezdődött a háború, viszont egyébként igen, mindenki mondja, hogy igen, és Afganisztánnak nagy hegyei vannak, és akkor a mudzsahedek elmentek oda, és onnan megöltek minden a szovjet katonát. Nem. A szovjet tűzerő hosszú távon egy zárt kis országon belül kinyírta volna a mudzsahedeket, csak jelzem, hogy a szovjetek a maguk sokkal kisebb technikájával 1918 és 1933 között visszafoglalták Közép-Ázsiát a türk lázadóktól 15 éves háborúban, szokásos holokausz módszerekkel, a kommunisták röviden, de visszafoglalták, tehát Afganisztán önmagában nem állhatott volna meg a szovjet tűzerő előtt, csak hogy itt voltak számos más szál, voltak másik leviatánok, kis leviatán, meg a nagy leviatán, papa leviatán, mama leviatán és minden egyéb más, és volt, aki beavatkozzon Afganisztán mellett. Ott volt például Pakisztán, a szomszédos Pakisztán, akinek olyan típusú érdekei voltak Afganisztánban, hogy igen, Afganisztánnak volt egy teljesen másik konfliktusa Indiával, India, ott van térképen, és az volt alapvetően Afganisztánnak az elve, hogy kell, hogy mivel India sokkal nagyobb, erősebb, és be fog darálni minket hosszú távon, kell magunknak a közelben befolyási övezeteket szerezni, barátságos államokat szerezni, amennyire lehet, és így elősegíteni magunkat az indiaiakkal való szembenállásunkban. A hidegháború alatt viszont a szovjetek nem, hogy csak Pakisztán barátai nem voltak, hanem inkább India támogatója hidegháború alatt, nem annyira durván, igen, csak részben, meg néha össze is vesztek, de alapvetően India támogatói voltak, de semmiképpen nem Pakisztán barátai. Úgyhogy amikor megkezdődött az egész invázió, 79-80 tél, 80 tavasz, akkor a pakisztániak, egész pontosan Mohammed Siaul Haq, pakisztáni elnök, elhatározta, hogy na, itt segíteni kell, srácok, amit tudunk, főleg egyébként a világvégéről itt maradt a brit puskákat, és amit össze tudtak éppen lopni, a pakisztániak be kell vinni Afganisztánba, a lehetőség megvolt rá, van egy, hát nem is tudom, mi hosszú határ, mennyi ez, sok, 2000 kilométer mondjuk, hasraősek, hegyek, sivatagok, határellenőrzés az így nincs, az így nem is volt, gyakorlatilag ott nem szégyenek bemenni az emberek, ahol nem tudnak bemenni az emberek, ahol nem szégyelnek. Van számtalan a nomádok által használt út, meg mindenki által használt út, aki át akart járni a területen, mentek. Igazából nem volt esély arra, hogy itt a szovjetek, hogy egy főleg Kabulban és környékén állomásoló hadsereg bárkit is megállítson itt a határon. Úgyhogy elkezdődött az afganisztáni, a pakisztáni támogatás. Viszont még észre lett volna elég, mint ahogy ugye a répát is ugye apuka húzta, anyuka húzta, meg aztán a kiskutya, kistisza, minden egyéb más. Nem lett volna még észre elég, nem tudom, 5000 darab rozsdás Lee Enfield 1949-es gyártás töltényekkel beszállítva Afganisztánba, hogy aztán ott lövöldözzenek a fiúk a háztetőről a szovjetekre, hanem kellett egy tényleg egy igazi nehéz súlyú játékos, hiszen ez nem volt más, mint az Amerikai Egyesült Államok. Nyilvánvalóan, amikor megkezdődött az egész invázió, szovjet invázió Afganisztánban, akkor persze felkerült a napi rendre a Fehérházban, hogy hát azért mégiscsak egy komoly szovjet invázió, több 10 000 emberrel, mit válaszoljunk erre? Amerikának alapvetően amúgy ugye különféle meccetek vannak, ugye szovjeteknek érdek az volt, hogy Afganisztán ne bomoljon fel, Pakisztánnak az, hogy Afganisztán legyen ellenséges. Amerikának meg az, hogy közel van a Perzsőből. Mint itt is látszik, jobbra fent van Afganisztán, megtaláljátok. Nyilván megtaláljátok, nem akartam sértően szólni, csak hogy jobbra fel van fent, tök mindegy. Szóval a Perzsőből, ami ekkoriban Amerikának egy ilyen honeypot volt, innen vitték, baromira függőek volt ekkoriban energiaügyileg, és innen vitték az olajuk nagy részét, és már egy párszor megszívták ilyen embargókkal meg ilyesikkel, úgyhogy különösen rá volt fókuszálva. És itt volt drága Jimmy Carter, aki egy fantasztikusan jó baptista, és egyébként tényleg hihetetlenül igazi fantasztikus karakter volt, egy igazi hívő politikus, ha akart nézni, Jimmy Carter, tehát
nem kell itt most azt nyomni, Jimmy Carter hívő politikus, maximálisan, de a külpolitikához szegény annyira nem értett, georgiai déli politikus volt, vidéki politikus, és egyébként pont Washington DC-ben egy csomószor ki is sörték emiatt, ami aztán azt eredményezte, hogy neki, ha már csak presztízsből is, keményen kellett fellépnie, hogyha nem akarta, hogy a Washington DC elkilökje, hogy már ide jött ez a mucsai georgiai, aki nem ért semmit a külpolitikához, még az elnöki választás előtt nem is volt útlevele, ez amúgy igaz. És hát szóval, hogy fel kellett lépnie keményen. Szóval volt egy Jimmy Carterünk, akinek keményen kellett alapvetően fellépnie erre a kérdésre, de amúgy ő amúgy nem volt egy ilyen nagyon nagy hír, mint aztán régen jött utána, amúgy pont 80 őszén. Szóval így gondolkozott. Na de voltak itt fantasztikus tanácsadók szintén. Ó, de jó, megjelent, mert azt hittem, itt is egy bug van. Richard Pipes például, a Harvard Egyetemi tanára, Szovjetunió szakértője, aki a CIA-val együtt jelentéseket írt a szovjetek szándékairól 70-es évek végén, valamint Zbigniew Brzezinski. Most szerintem nem jelent meg ez a szövegdoboz, de nem baj, majd elmondjuk. Zbigniew Brzezinski, Carter előtti biztonsági főtanácsadója, és kettejükben az volt a közös, hogy mind a ketten megélték az gyerekként és Lengyelország polgáraiként 1939-ben, hogy a szovjetek és németek pokoli szövetséggel elrohanja drága Lengyelországukat, és ezt az élményt örök életükre magukkal vitték. Brzezinski éppen Ottawában volt a kedves papával, aki ott volt nagykövet, amikor megjött a német és szovjet invázió híre. Pipes pedig ott érte otthon az invázió, úgyhogy képzelhetőleg, hogy milyen lelkületre viselkedtek a szövetségek iránt, és amikor Carter megkérdezte, hogy lehetséges-e, hogy Afganisztánból kiindulva szovjet repülőgépek veszélyt jelenthetnek az Perzsa-öbölből irányuló olajszállításra, akkor mindenképpen azt mondták, hogy igen, mindenképpen biztosan a szovjetekkel nem szabad bízni, a szovjetek mindig mindenkit elárultak, és mert vissza kell nézni a történelemre, meg a mi élményeinkre, meg az egész viselkedésükre, igen, a szovjetek maximálisan veszélyt jelentenek, és ez is a sőt, nem is, hogy lehetséges, ez az alapvető szándékuk, hogy Amerikának az olajszállítási vonalait veszélyeztessék. Afganisztánból ez az egész kavarás azzal, hogy kommunista segélyezés, meg stabilizálás, meg minden egyéb más, ez egy kamu, a szovjetek mindig is csaltak, most is csalni fognak, és éppen ezért be kell avatkoznunk, és fegyvert kell szállítanunk az afganisztániaknak, és így történt az, hogy mint ahogy Bölcs Salamon megmondta már 2500 évvel ezelőtt, csak éppen ugye olvasni az burzsuá trükk, aki másnak vermetás, abba beleesik, és ki a gyepűt elhányja, oké, hogy 1939-ben Lengyelországban, de ez visszajön, megmarja azt a kígyó, akár 40 évvel később, amit az elődeit csináltak, annak szépen mindenki megissza a levét, így áll ez a politikára, és neki minden egyéb másra is. Úgyhogy az amerikaiak a lengyel tanácsadóiktól befolyásolva, egyébként Brzezinski még elment Pakisztánba is, hogy a pakisztáni határőrséggel határkázva egy zsákmányolt orosz fegyvert szegezzen a szovjet határőrökre, afgán-pakisztáni határon. Elkezdtek rengeteg pénzt önteni a Pakisztánba, akik aztán rengeteg fegyvert vettek, és aztán szépen átvitték Afganisztánba, és kész volt a baj. A szovjetek érzékelték, hogy egyre több és több fegyver folyik be Afganisztánba. Ezen kívül az afganisztáni felkelők, hogyha menekülni akarnak, mert éppen üldözik őket, nem tudom, a 39. gárda hadosztály 85. zászlójának 9. százada, akkor nagyon jól el tudnak menekülni a kis útvonalakon keresztül Pakisztánba, ahova aztán nem jöhetnek oda a szovjetek, mert akkor aztán már az már tényleg nemzetközi balhé lenne, és a világfelfordulás is, akár a világháború is, mert ugye ekkor mindig benne voltak is a paklibak, hogy ha nagyon túl nagyot pukkant valaki, akkor világháború lesz, úgyhogy a szovjetek sajnos be voltak zárva Afganisztánba, és nem rohanták le Pakisztánt is, tehát amúgy 50 ezer ember küldtek egy ilyen Románia, Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Karl-Alberi területre 50 ezer embert telehegyekkel. Aztán feljöttek ezt a létszámot 100 ezerre, meg 120-ra, de hát akkor is, tehát, hogy vannak itt hadtörténészek, tudják, hogy 100 ezer embert megszállásra, ekkora területet nem. Több kell,
és éppen ezért képtelenek voltak kontrollálni teljesen a területet. És így kezdődött el a lassú lesüllyedésük a nyúlüreg mélyére, szép lassacskán. Úgy elment az idő, azt az eget. A szovjetek alapvetően az volt a fő taktikájuk, hogy a hegyekben bujkáló és elég könnyű felszerelésű ellenforradalmárokat, akik reszkedhettek, ledarálják egyszerűen a súlyukkal. Röviden, ahogy ezt szokták mondani, mint egy ilyen nagy, egy nagy nehéz súlyú, vagy könnyű súlyú boxolónak a meccsén, a nehéz súlyú egyszerűen arra törekedik, hogy beleálljon a könnyű súlyú, és aztán két ütéssel beletapossa a földbe. A szovjetek is jöttek a gépestett haderejükkel, a gépestett hadosztályaikkal, a nehéz páncélosaikkal, a komoly légitámogatásukkal, óriás tűzerejükkel az afgánok ellen, akik aztán egyszerűen kitértek. Tehát Afganisztán nagy, tagolt, rengeteg a búvóhely, meg ugye át lehet menni Pakisztánba, és mindig kitértek, és aztán csak akkor fették fel magukat, hogyha rajtaütésre került a sor. Persze, igen, ezt nem lehet végtelenségig csinálni. Igen, volt, amikor az afgán gerillák is alaposan megszívtak, és ugye akkor megsemmisültek. Szóval, hogyha a szovjetek összesnek sikerült harcra kényszeríteni az afgán gerillákat, akkor így azok meghaltak, tehát hogy nem volt nagy sztori általában. Mondjuk egy nyílt harcban, de a rajtaütések végtelen sorai egyre inkább farigcsálták le a szovjetek élőerejét, és úgy általában a harci kedvüket is. A szovjetek persze, miután érzékelték, hogy most a harc, tehát azt, hogy most ők igyekeznek elfoglalni a gerillák területét, akkor elbújnak a hegyekbe is. Hogyha azt foglalják el, akkor elmennek máshova. Jó, akkor meg kell őket ölni. Nem, mert hogy nem találják meg őket elég gyorsan. Oké, akkor mit kell csinálni? El kell vágni az utánpótlási útvonalaikat. Tudták, hogy azért önmagukban nem állnak a gerillák. El kell vágni őket a rengeteg pénztől, fegyvertől és menedékhelytől. Az volt alapvetően a taktika, hogy a légierő vadászott mindenkire a pakisztáni-afganisztáni határon, ezt így röviden Péter mondatban. Azért át lehet mindenhol jönni az afgán-pakisztáni határon, de mivel hegyek vannak, azért mégsem mindenhol. A dolog természetesen fogva vannak megfelelő hágók, patternök, ösvények, törzsek által használt útvonalak, amelyeket ekkor is használtak, és csak nézik el a repülőgébe, hogy hol jönnek a tevekaravánok, hol jönnek a lovas csapatok, és aztán mehet a rakétázás, mehet az alacsony támadás, mehet a bombázás. Külön megfigyeltek ilyen érdekességeket is a szovjet pilóták, hogy például az afgán gerilla parancsnokok megfelelő nomád harcosokhoz méltóan imádják a fehér lovakat, és amúgy 8 év alatt egyszer se jöttek rá az afgán gerilla parancsnokok, hogy a fehér lovakra vadásztak a szovjetek, és használtak, és kivitték a mezőre, és azon lovagoltak, és a repülőgépek pedig ezekre vadásztak, hogy keresték a fehér lovakat. És persze alapvetően, hogy sok ló van, sok szép ló van, sok hátas ló van egy helyen, azok is célpontok. Úgyhogy ez szépen ment, de ez se volt teljesen hatékony, mert ugye azért a határ terjedelmes. Ömlött persze a felszerelés, a CIA és a pakisztáni titkosszolgálat alaposan megszervezte ezt az egészet. Eleinte, mint ebből a csapatnak a felszereléséből is látszik, röviden mutogatok itt most valamit, mert most nem beszélek így a felhőbe. Hoztak régi angol puskákat is, tehát ezek ilyen, sőt ez amúgy egy első világháborús verzió, hogyha jól látom, nem is második világháborús, első világháborús verziójú angol puskákat, amelyek ugye gyarmati időben maradtak itt, meg aztán kicsit utángyártva, de aztán hoztak, egyébként loptak a szovjetektől is, az afgán kormánytól is, mert az afgán kormány ott valamennyire megmaradt, és báb kormányként ott harcolta az erőivel a gerillákkal szintén, már elég szar eredményekkel, és ugye még az is volt plusz, hogyha az afgán kormány katona esett fogságban, nem a szovjet, akkor őt kivégezték, tehát hogy vagy afgán tételek fogságban, aki a szovjeteket szolgáljon, az tudhatta, hogy akkor ásó, belefekszel, és akkor elásnak, tehát hogy mindenféle közvetett pont nélkül, tehát hogy összekötöznek, és elásnak, ugye hogy vagy.
Igen, és persze nem csak ilyen bogusák jöttek, hogy autonóm fegyverek, amiket egyébként aztán végtelen cikkhálókon keresztül már egyenesen a keleti blogból szereztek be egyébként a CIA-sok, mert ugye az afgánok megmondták, hogy nekünk AK-47 kell, az a legjobb, jó, stabil minden, ahhoz van lőszer, ahhoz tudunk lopni lőszert. Azt hozottuk, és a CIA Bulgáriából, meg Csehszlovákiából vett 89 fedőcégen keresztül fegyvereket, tehát a szovjetek tulajdonképpen a saját csatlósaik fegyverei, szovjeteket a saját csatlósaik fegyverével lőtték az afgánok, mert ugye a szegény csatlósok azt hitték, hogy hát az arab terroristák vesznek, akiket ugye ők támogattak akkoriban, meg a nem tudom milyen UVVV-je, OSZASZ, Nemzeti Felszabadítási Front, nem tudom, Etiópia alsóra, és ilyesmi, és ehelyett ezek szépen mentek Afganisztánba ezek a fegyverek mind. És aztán jöttek egészen komoly a csúszdik is, például jelenj meg. Pillanat. Úrai vagyunk a helyzetnek, igen. Például a Stinger rakétavető, ami hát milyen nem volt hatásos, hát csak nem a repülőgépek ellen. Ez egy hőkövető rakétarendszer. Látható, ez itt kompakt, lehet szállítani, kis ráfordítással meg lehet tanítani egy afgánt is a kezelésére. Néhány ezer méterig felfele elég jól ki lehet lőni, egyébként leginkább helikoptereket, de akár repülőgépeket is, és oké, akkor az a földrepülő repülőgépét annyira nem, amúgy egész pontosan 10.000 méter a hatótávolsága felfele a rakétának, de az nonsense, hogy valaki szabad szemmel 10.000 méterig feljön bármit is, mindegy. Na szóval alapvetően alacsony támadó repülőgépek elmetették be, de úgy, hogyha egy repülőgépnek magasan kell repülni, hogy bombázhasson, mert különben lelövik, akkor a találati arány elég béna, úgyhogy ilyen szempontból is hatékony volt az egész sztori. Aztán persze jöttek a nagy szovjet tisztogató akciók mindenek a tetejébe, például a Panjshir völgy ellen, a Kabultól északkeletre, ahol egy Ahmed Shah Massoud nevű fiatal, súlyeséget fogom mondani, most érzem, Tadzsik, most vagy özbek vagy tadzsik, szerintem tadzsik helyi törzsi vezető, fantasztikus, karizmatikus, nagy tudású és még franciául is beszélő törzsi vezetőnek a vezetésével harcoltak a helyi mujahedinek, klasszikus szovjet hadjárat, behozták a rengeteg páncélos tüzérséget, szétbombáztak mindent a völgyben, amit láttak mozogni, aztán pedig előnyomultak átszöpörve a völgyön, Massoudék pedig a völgy két oldalán felmásztak a hegyekre, és onnan lőttek. Stáblista. A szovjetek alapvetően baromi nehezen mozogtak a Panjshir völgyben, mert igaz, hogy nem látszik ezen a felvételen annyira, de kőkerítések és öntöző csatornák szabdalják ugye ezeket az afgán mezőgazdasági területeket, és éppen ezért nehéz a mozgás, járművel gyalog mindenhogy, és közben szépen lassan aknavetőkkel, rakétavetőkkel, RPG-kkel, minden mással lehet szépen a hegyekről lövöldözni, aztán pedig eltűnni. Úgyhogy ezek az akciók is 8-szor mentek a Panjshir völgyön végig a szovjetek, és mindannyiszor végig söpörtek, átfogadtak a völgyt, és aztán pedig hazamentek, mert egy itt a pluszpont, nem volt elég emberük ahhoz, hogy megszerelik Panjshir völgyt is. Mert igen, akkor, hogyha lett volna minden egyes falura is környékére, nem tudom, 500 ember, akkor talán meg lehetett volna állítani a mujahedeket, még úgy is, hogy támogatjuk őt az amerikaiak, de nem volt, hanem volt egy ilyen 100.000 ember, aki össze voltak vonva fontos a támaszpontokra, és nem volt 500 ember, és 500 fő kisebb helyőrségekre, és hogyha voltak is kisebb helyőrségek, azokat ugye, akkor azokat aztán egyenként szedték szét a mujahedinek, úgyhogy egyszerűen valamisztően létszámú hiányossága miatt is küzdöttek a szövetek, hogy miért nem küldtek többet, azért, mert akkor az már akkora effort lett volna, hogy az már nem érte volna meg egy olyan kis országot, mint Afganisztán. Van ilyen is. Úgyhogy Afganisztán azért is úszotta meg ezt a nagy szovjet inváziót, mert hogy egyszerűen fontos volt annyira, hogy megtámadják a szövetek, de nem annyira fontos, hogy most aztán nagy honvédőháború stílben beküldjenek oda, nem tudom, három katonai körzet hadsereg csoportjait, sorozatokat küldtek, de hogy kényszeres sorozatokat 16 évtől 65-ig vagy 70-ig felfele is akkor mindenki szétlőjenek, hanem pont az a határon volt, hogy egy ilyen genyedzőt sebb, amit időként megvakarunk, de túl nagy effort, hogy most akkor nem tudom, most elég furán, de hogy bicskával kiváljuk, vagy nem tudom, vagy hogy tényleg
elmenjünk a kórházba, és akkor megműtessük magunkat, és akkor kivágják, hanem csak így küzdöttek az egésszel. Igen, ez itt a Masud az említett tudási vezető, és aztán persze voltak újítások is ebben az egész módszerben, mert például ott volt az eset, amikor a pakisztáni határ melletti Mujahedin barlangi erődöket már úgy támadták meg, hogy az a haderő egyik fele jött gépesítve az utakon, másik felé pedig leszállt a hegy tetejére helikoptereken, és aztán na most gyertek, most már szálltok fel a hegyre, mielőbb voltunk itt, mi négyen vagyunk, ti meg egyen. És így elég jól be is kerítették a mujahedineket, de aztán a mujahedinek elég jól kitapasztaltak ezt a taktikát is, és már a következő alkalommal, amikor ugye jött a támadás, leromboltak az erődöket, aztán visszamentek a támaszpontra, visszajöttek a mujahedinek Pakisztánból, mindent összeraktak megint, és aztán megint jött a helikopteres, meg kombinált támadás, és akkor már mujahedinek tudták, hogy a szovjetek a helikopterekkel nyílt terepeken szeretnek leszállni, mert ugye akkor tudják összerakni egy csoportba a gyalogságot, ami kiszáll a helikopterekből, úgyhogy meg kell szállni, mindenki leszáll a nyílt terepre, be kell állítani a 14 és feles géppuskákat a tűzzsákba, és aztán, amikor mindenki leszállt, és már a motorok alacsony, már csak alacsony fordulaton pörögnek, ami látszik is a motorokból, akkor lehet kezdeni veretni végig a fensíkon, és hújon a férgese, úgyhogy másodszor már ezzel szívották meg a szovjeteket, plusz ugye a Stinger rakéták, minden egyéb más. Sőt, másodszor már az is előfordult, a szovjeteket meg is döbbentek, hogy leszálltak az ejtőjárősök, és a szemben levő barlangokból, amelyeket kapuk vettek addig, kinyíltak, és kijötték két T-34-es, amelyet korábban loptak az afgán kormányerőktől, és mint később kiderült, már a szovjetek amúgy ekkor is elfoglalták amúgy az erődöt végül iszonyatos félelmetek árán, tökéletes műszaki állapotban voltak. Sőt, úgy ugyanabban az erődben, mint ahogy a szovjetek rádöbbentek, nemhogy volt lőszer meg kaja, hanem volt egy külön kórház, voltak benne francia ultrahanggépek, röntgengépek, nem tudom, mindenféle nem fagyasztott hamburger, amit az amerikaiak küldtek is, és mindegyik más, és a szerencsétlen Brezhnevi, meg aztán Andropov, meg aztán Gorbacsovi érában élő szovjet gyalogosok arra döbbentek rá, hogy ezek a nyomorult hegylakó mujahedinek, ezek jobban élnek, mint ők is, jobb a felszerelésük, mint nekik is. Néhányan az egész csapat szétlopta az egész berendezést, mert hogy hát micsoda fantasztikus dolgok vannak, kifejtett, hogy mi volt a legnagyobb win. Voltak japán videómagnóik, meg volt mindenféle fantasztikus boombox és minden egyéb, és azt nem tudom hány kartot szigítélt a szovjetek számára. Úgyhogy a végére már úgy álltunk az egész dologgal, mintha a szovjetek lettek volna a szerencsétlen felkelők, akik jönnek és igyekeznek ellopni a drágát utcait a nagy erős hadseregnek. És igen, és persze hullottak az emberek, hullott a felszerelés, és minden egyéb más, és a szovjete, és ami felszerelést esetleg mujahedinek el is vesztettek egy-egy stábban, azt kamatosan pótolták, nem csak amerikai pénzből, nem csak pakisztáni pénzből, hanem most már arab pénzből is, mert hogy voltak szerencsétlen, idióta, nyomorult, gondoljatok még 25 jelzőt, arab milliárdos csemeték, akik meghasonlóan az élettel és a 85. szexorgiából felébredve Dubajban arra döbbentek rá, hogy az iszlám vallás az annak egy bizonyos értelmezése, egész pontosan a Hanafita törvényiskola, nem tudom melyik ágának a speciális, radikális korán értelmezése, azok, amelyek szerint élni akarnak, és a mujahedinek mellett akarnak küzdeni, és ezek a nyomorult ficsúrok eljöttek Pakisztánba, és sajnos nem tudtak el a repülőúton, és sajnos nem hunytak el hasmenéses vírusokban, és sajnos nem lőtt el őket valamelyik szovjet repülőgép, sajnos, mindig újra megvettek minden japán hangszórót, és francia hűtőt, és angol röntgengépet, és német fogorvosi eszközöket a mujahedeknek, és nem tudom, már az a fürdőszobát a barlangokba, és ezeknek az afgán arab milliárdos csemetéknek egyik legdíszesebb példája volt, a képen látható a szaudi építőipari dinasztiának a csemetéje, Osama Bin Laden, aki sajnos túlélte az afganisztáni háborút, meg a sajnos még sok minden mást is.
és ő volt egyébként az, aki a hegyi erődben is aztán hegyi erőt is aztán háromszor újjáítette, mentorával Jalaluddin Haqqanival együtt, aki a helyi muszlim radikalizmus képviselte itt a határvidéken, és a pakisztáni titkosszolgálat, aki amúgy javarészt koordinálta itt a dolgokat a határvidéken, bennük látta a legnagyobb potenciált egy későbbi afganisztáni rendezésre, mert hogy ugye voltak itt azért gondolatok, hogy ha a szovjetek egyszer kivonulnak, mert ugye ki fognak vonulni, mert nem fogják bírni, akkor itt kell majd rendezés is, és szovjetek, Gorbacsov, megjött Mihály Gorbacsov, aki ugye aztán meg akart reformálni a Szovjetuniót 85-ben, adott egy év haladékot, hogy a hadseregnek, hogy most becsukjuk a füleinket, azt csináltak, amit akartok, bárkit el lehet ásni, fel lehet gyújtani, fel lehet darabolni, meg lehet erőszakolni, 85-86-ig rendezétek le az egészet, nem sikerült, úgyhogy Gorbacsov aztán további 4 év sárdagasztás után 1989. februárjában kivonta a szovjet csapatokat Afganisztánból, és ezzel egy újabb hódítót győztek le az afgánok, de jó nekik, örülünk nekik, hasonló gerilla taktikákkal, mint az, mint 2200 évvel ezelőtt a helyi szkíták és a helyi perzsa szatrapa Alexandros I. hadoszlopait, aminek az egyik kis sztoria itt jobb oldalát látható, aki elolvasta, azt talán el is olvasta. És, mint mondtam, volt a terve, hogy milyen rendezés legyen Pakisztánban utána, és igen, az afgánok boldogan mondták, hogy dicsőség Allahnak, most már elmentek, most már békében harcolhatunk itt egymással. Úgyhogy igen, persze, csak a külföldi hódítók voltak a baj Afganisztán, igen, azok a gonosz fehérek, azok okoztak minden majd Közép-Ázsiában, az afgánok amúgy tök békések voltak. 89-ben tehát kivonultak a szovjetek, és elkezdődött egy óriási polgárháború, 5-6 törzsi nemzetiség is mindenféle alapokon szerveződő csapatot küldött egymással, itt volt az Ahmed Shalmaszúr is északon, Dostuntáboron nyugaton, Ismail Khan, stb. De a pakisztáni hiszelések az alapvetően amúgy nem tetszett, mert egy stabil és baráti afganisztát akarat, nem pedig egy ilyen káoszos baromságot. Úgyhogy, és aztán mégis meg is találták a saját jelöltjüket, mert hogy volt potenciál arra, hogy valaki aztán lezárja ezt a polgárháborút, mert hogy volt rengeteg szerencsétlen afgán, akinek ez a háború mindkét oldalról csak nyomort hozott, támadták őket a szovjetek, és támadták őket a mudzsahedének is a másik oldalról, rengetegen menekültek el Pakisztánba, a pakisztáni menekültáborokba, ahol aztán sátortáborokban éltek a szabadék alatt x évig, mert ugye Osama Bin Laden csodáinak már nem volt elég pénze, nyilván, hogy a menekültáborokat is kislafírozza. És bár aztán ugye lett pont, mindjárt erről is beszélünk, és egy igazi lehetőség volt itt a pakisztáni menekült afgánok számára, hogy a helyi muszlim radikálisok védőszárnyai alá menekülnek, például a mondott Jalaluddin Haqqani hálózata alá, akik aztán különösen a fiatalokat nagyon patronálták, és rengeteg embert neveltek fel, iszonyatosan az iszlám radikális értelmezésének szellemében a 80-as években egy egész generációt. Aztán ez a Haqqani hálózat kicsit meggyengült, el is szétbomlott meg minden más, de aztán Afganisztánon belül volt egy ember, egy Omar Molla nevű fickó, akit egyszer egy kellemes hajnalom megkeresett azzal egy fickó, hogy az ő két szép lányát elrabolta a helyi hadúr, aki nem tudom melyik fantasztikus, csodálatos, hosszú nevű Kánnak az alattvalója volt, meg támogatottja, és hát elvitt a kétszer helyen a szexrabszolgának, és hát nem tudna az Omar Molla meg az ő szent életű tanítványai segíteni, úgyhogy Omar Molla másnap estére, ahogy ő mondta, összehívott 53 igazítőt a mecsetbe, akik el is jöttek a házi kalasnikovjaikkal, és következő hajnalban igazhitűen kiirtották a helyi hadurat, teljes ágyával együtt is, és visszaszerezték az egyszerű szegény ember két szép lányát. Igazából ez történet amúgy eléggé egy ilyen népesen, szóval nem megerősített, de nagyjából ilyen és hasonló akciókat csinált Omar Molla. Afganisztánban 92-93-ban, amikor a polgárháború tombolt, és az iszlám egyetemességét, a törzsek fölötti egyetemességét hirdető tanaihoz
tömegesen ömlöttek aztán a pakisztáni menekültáborokból, már amúgy is radikalizált tömegek, a pakisztáni titkosszolgálat örömére, akiket amúgy az amerikai közben amúgy már teljesen szabadon engedtek, 91. szeptemberében bezárták a támogató állomásokat, elzárták a pénzcsapokat, a fegyvereket hagyták, most 250 Stinger, 500 lőszerrel, kinek hiányzik az. És ugye Amerika akkor 90-es év elején abba dagolják, hogy most megjártak a hidegháborút, és minden rendben lesz, és most már eljött a történelem vége, és mi meg is fejtjük amúgy az egész, mi ezt tudjuk is, és ez pontosan így van, és erről az emberek amúgy könyveket írtak sajnos, hogy a történelem vége van, meg ilyenek. Ugye Francis Fukuyama, aki egyébként egyesek szerint még mindig okos ember, nem lehet tudni, hogy miért. Na mindig, szóval Amerika a kérdés elengedte, és nyugodtan hagyta így ízlani ezt az egész bandát, és azok, akiket a remény már végig magára hagyott, azok tömegesen ömlöttek át Afganisztánba, radikalizálva, és a következő évek folyamán teljesen bedarálták a hajdúrak uralmát, mivel ugye ez egy kis tanulókörből indult ki, tanítványok köréből, amely arabul úgy van, hogy Taliban, meg pastul is, hogy Taliban, ezért ezentúl összességében Omar Mulla mozgalom úgy nevezték el, hogy a tálibok, a tanulók mozgalma, a Taliban mozgalom, a tálib mozgalom, és ilyen néven váltak ismerté, és ilyen néven rohantak le Afganisztánt 1998-ig. Számtalan fordulaton keresztül volt például, közben aztán elég jól fel is fegyverkeztek, volt például olyan fordulat is, hogy amivel aztán néhány későbbi etnikai tisztogatásnak az előszereit lehet vezetni, ilyen trónokharca manőver, hogy egy hadúr ellen kivonult a Taliban, és a hadúr parancsnok helyettese elfogta a hadurat, ez amúgy egy hazara hadúr volt amúgy, és átadta a táliboknak, és közölte, hogy tálibok nyugodtan bejöhetnek a városába, ő nem akar harcolni a talibánnal, oké. Tálibok bementek nagy boldogan, hogy az igaz hitű átadta nekik a várost, mire aztán az igaz hitű hazara a saját jó legényeivel rajta jött a tálibokon, és egy olyan 6-8 ezer tálibot lőtt le, ásott el, fűrészelt szét két nap alatt a városban, közöttük a sebesültjeiket is, mint a Steve McCurry fotóiról látszik is, úgyhogy a tálibok ezentúl például a hazarákat elég barátságosan kezelték, visszaadták nekik alaposan kamatostól, hogy a tálib OLF meg minden egyéb más, meg hát ugye az igaz hitűek ellen harcolnak, hát ez rettenetes takfír eretnek dolog. Úgyhogy, ja, igen, és 98-ban nagyjából hatalmuk alá kerítették, most megint valami bug van, kerítették Afganisztánt, és persze azon kívül tényleg összefogták az országot, és tényleg törvényes rendet teremtettek, ennek törvényes rendnek meg voltak maguk hátlőtői, például nők kivégzése azért, mert elszöktek a családjuktól, vagy a horrid diktú házasságon kívüli szexuális kapcsolatot folytattak, de elég volt nyilván, ezeket szerint tudjuk, ezeket az általánosságokat, mindenért gyakorlatilag, és persze kézlevágás, és persze és teljesen az igazságszolgáltatás az egy klasszikus középkori, és nem is húztam, hogy mindenféle törzsi módszereket idézett, és ezen kívül elkezdték elpusztani, ami persze nyugodtnak nyilván, ez volt a legfontosabb egyébként akkoriban, tehát azon kívül, hogy eddig a nőket lőnek le, aha, de amikor felrabontották a pakisztáni határ mellett az ősi buthákat, a tálibok, a falba vészi buthákat, az már gond volt, arról mindenki 80 ezer forgót csináltam úgy, hát na, ez van, így megy ez. Viszont a táliboknak nem is ez volt a nagy gondja, hogy most nem tudom, mennyi radikálisak, és nőket ölnek, és mindenki más megölnek, és őrültek, meg nem tudom, meg felrabontanak mindent. Jó, vannak ilyenek, vannak ilyen rezsimek, mindenhol máshol, lásd bizonyos Észak-Korea, meg stb. Most például nyugati hatalomnak, aki éppen a 90-es évek boldogságban lúcikolnak, ugye minek vonulnának be ide most. Igen, tudom, hogy lejárt sajnos, de egy ilyen 10 percen belül befejezem. Promise. Viszont az az ember, akit nem kellett volna a táliboknak szárnyai kell fogadniuk, az nem volt más, mint Osama Bin Laden. Amúgy nem voltak olyan világnagy barátságban, ő nem volt amúgy tálib mozgalom tagja, ő az a saját
csak röviden a bázisnak elnevezett iszlamista szervezetét építette a 90-es években, aminek ugye arabul úgy van, hogy Al-Qaida, mekkora megfejtés, nyilván senki nem gondolt, hogy azt mondom, hogy volt az Al-Qaida vezetője, és a tálibok amúgy átültik Afganisztánban, Omar Molla amúgy párszor mondta neki, hogy nyugodtan ne kötözködjön, mert amúgy most nem hiányzik az egész, most jól el vannak itt kis muszlim államukkal, ami amúgy nem volt teljes, mert amúgy északon, Kabultól északra még mindig védekezett amúgy Ahmed Shah Massoud meg a saját tárgyi harcosai, az Északi Szövetség nevű milíciával, de amúgy a része is egy kis egységesítő volt Afganisztán. Szóval Mohar Mohar mondta mindannak, hogy nem kell ez a küzdködés, nem kell annyira balhézni, ülj meg a seggedre, nyugodt támogasd az igazítőeket a rengeteg pénzedből, és el leszünk. De persze mi lehet, amint tudtuk, spoiler nem állta meg ezt. 9-11 bekövetkezett, már korábban is voltak amúgy amerikai kisebb ilyen büntető légicsapások amúgy egyébként Afganisztán ellen, 98-ban, amikor amerikai hadihajókat és követségeket támadott meg az Al-Qaida, aminek vezetője ekkor már tudhatóan amúgy Afganisztánban tanyázott. És igen, 2001 után megint felmerült egy távoli nyugati fővárosnak a berkeiben, hogy na most mi kezdünk Afganisztánnal. És igen, és Bush fantasztikusan elmagyarázta az amerikai embereknek sajnos 2001 végén, hogy igen, ő lesz az, aki elpusztít a terrorizmust, és az amerikai emberek ennek örülni fognak mindenképpen, és igen, és persze összes alkalmazás megölik mindenkit kompromisszum nélkül, mindenkit levadásznak a föld végső határaiig, és minden egyéb más, a követ kötnek a nyakukba, és a tenger mélyre sülyezti őket, stb. És tulajdonképpen egy keresztes hadjáratként adta el ezt a már leendő hadjárat, amire amúgy még közben tárgyalt, hogy mi legyen egyébként, úgyhogy ez aztán szépen vissza is jutott később. Úgyhogy alapvetően az volt az amerikai koncepció, hogy a már mondott Északi Szövetség nevű tálibok ellen küzdő milíciát támogatják meg légicsapásokkal, és különleges alakulatokkal, tehát egy ilyen minden csapathoz kirendeznek egy ilyen 12 fős amerikai kommandós alakulatot, meg 11 fős amerikai kommandós alakulatot, hogy ilyen vulgáris kifejezés helyek, mint kommandós, amúgy persze különleges erők, persze ejtőernyősök, és felderítők, és minden egy más, ez a szabályos nevük, Rangerök, Delta Force, Navy Seals, stb. És tulajdonképpen igazi bevonulás nélkül vonulnak be, így verik szét a rezsimet. Elég hülye hangzik ez a szovjet kudarc után, de bejött egyébként a tálibok egy olyan két hónap alatt, a tényleg iszonyatosan pontos és hatékony amerikai légicsapások után teljesen szégyenlestek, Omar Molla elmenekült, hát hova menekült el? Csak nem Pakisztánba menekült el. Ugye, akiknek Pakisztánnak soha semmi köze nem volt az Al-Qaidához, Pakisztán igazából teljesen megérdemli, hogy a földszín legyen, meg minden más. És az amerikaiak által támogatott Északi Szövetség 2001. decemberében, talán novemberben bevette Kabult, és az Al-Qaida, hát a pakisztáni-afganisztáni határ környékére menekült, néha pakisztáni, néha Afganisztán, ahogy éppen adja a földrajz és a pakisztáni titkosszolgálat aktuális támogatása. És persze azért voltak, gyülekeztek egyébként az aggasztó jelek az amerikaiak fölött, mert hogy például a táliboknak egyébként a helyi milíciák, mint ugye akár törzs tagok, mint egyébként akár hasonló törzs tagjainak is, egy csomónak szabad elvonulást engedélyeztek, de például a helyi arab harcosokat, akiknek ugye nem volt sehova menniük, azokat rendesen bebörtönözték, és például 2001 végén, decemberben óriási börtönázás robbant ki Kalajangiban, egy észak-keleti erődben, ahol aztán egy CIA ügynököt PP is vertek, ilyen zombi apokalipszis támadás stílusban a foglyok, és a többieket is, nem tudom, két órán keresztül rostromolták a főépületben, amíg meg nem jöttek az amerikai repülőgépek is, mindenkit be nem daráltak. Ez tehát jó jel volt arra, hogy ha az amerikaiak nem akarnak egészet adni valakinek, és nem akarják azt, hogy valaki elmeneküljön, akkor szállítani az ellenállásra. És most az amerikaiak ezt nem csak kicsiben, de nagyban is megcsinálták.
mert például 2002. márciusában utána mentek egy nagy Al-Qaida erődnek a Shahekot hegységben, és hát emlékeztek még a sztorira, a tálibok és az Al-Qaida megvárta, amelyik az amerikaiak a szép sík terepen elkezdik kirakni a katonákat és lelassítják a rotorokat, és aztán elkezdték mintegy olyan 85-120 RPG lövedékkel egyelőre lőni a helikoptereket, egymástól robbantva fel az amerikai helikoptereket, 8 amerikai meghalt, 50 megsebesült, és egy olyan 8 órás harcban verték szét végül az Al-Qaidás és tálib alakulatokat, és ezek aztán ezek a dolgok aztán egyre tömegesebben ismétlődtek meg, már csak azért, hogy az amerikaiak annyira elbízták magukat, hogy nem igyekeztek helyi titkosszolgálati hálózatokat képíteni, és mindig csak a hülye drónjaikra támaszkodtak, meg a mondjuk ezt leegyszerűsítés is persze, de alapvetően ez volt a fő probléma, és éppen ezért elég vegyes képük volt arra, hogy mi is történik a Földön, ami azért elég probléma egy háborúban. Volt például olyan, hogy random kimentek egy Al-Qaida csoportnak az elfogásához, akit aztán 20 embert megöltek, 30-et bevittek a börtönbe, ahol aztán a már általuk behelyezett kormány tisztviselői rohantak oda, hogy hát ezek a kormány támogatói, csak éppen egy velük ellenséges törzs volt az, aki bekötte az amerikaiaknál őket, és az amerikaiak még arra sem vették a fáradtságot, hogy felszólaltak Kabulba, hogy hello, nem tudom, Ahmed Ali és csapatát mennénk el megfogni, fekete listán vannak-e, kik ők, lehet róluk tudni, és simán ilyenekbe beleszaladtak, és ez nem csak, hogy nem volt hasznos, hanem egyszerűen rengeteg embert ellenük fordított. Brutálisan használták ezt az erőiket, azt a kevés erőt, amit beküldtek, mert amúgy ők is egy ilyen 6-8 ezer emberrel akartak megszállni Afganisztánt összesen, főleg különleges erőkkel is egy ilyen pár ezer tengeri gyalogossal, akik amúgy Kabul környékén állomásoztak, honnan ismerős. És igen, Pakisztán nem állt a tálibok támogatásával, kérdezhetnénk azt, hogy hát azért ez durva, szóval, hogy most nincsen egy másik nagy hatalom, aki megmentse őket, de az volt az igazság, hogy a pakisztániak tudták, hogy ha annyira be volt már épülve a Pakisztánba az iszlám radikalizmus, hogy tudták, hogyha most ellenük fordulnak, hogyha most elkezdik kiirtani az országon belül az iszlamistákat, akkor polgárháború fog kirobbanni, és közölt is informális közlésből származó kulcsértékű mondat, hogy így, tehát nem fogjuk magunkat kinyírni azért, hogy most Afganisztánban esetleg béke legyen, úgyhogy ha akartok, vonuljatok be, hát Amerika nyilván nem vonult be, szóval nem akart ekkora vállalást, megint csak arról van szó, hogy igen, Afganisztán fontos volt azért, mert ott volt ott, de nem volt annyira fontos, hogy Amerika most egy ilyen második üdegháború szintű nagy efforttal mindenki kisöpörjön az egész Közép-Ázsiában, úgyhogy csak így piszkálgattak lényesebbet. És a legjobb a gyarmatosító módszerekkel élve, a Kipling versének szellemében, lenézően bátrak az egész afgán társadalom szerveződése, és persze megint akarták megmondani azt, hát kinek a szellemében, csak nem Hafizul Hamin szellemében, hogy onnan a Kolumbia Egyetemről, hogy kinek mi a jó Afganisztánban, és hogyan kéne működni az egész országnak. És alapvetően ez volt az egész a probléma, és aztán a tálibok szépen szerveződtek Afganisztánban, Omar Mola is oda menekült, és aztán 2006. februárjában, Amúgy addig egészen kus volt amúgy, tehát ilyen hegyi erődökben rohangáltak a tálibok, és ott bujkáltak az amerikaiak elől. 2006. februárjában Helmand tartományban, Afganisztán déli részén, déli rész, egyetemű, hirtelen felbukott 6000 tálib, és lerohanták az afgán rendőrség állomásait, hadsereg még amúgy nem is volt, mert még nem volt felszerelve. Az amerikaiak sikeresen felosztották a régi milíciák, mert ugye ne legyenek ilyen törzsi milíciák, de nem szerveztek új állami hadsereget. Mert nincs el pénz, majd lassan, majd holnap, jövőre lesz rá költségvetési előirányzat, a költségvetési tervezetnek a 65. B.A alpontjában. Jaj, nem, most nem lett, jaj, de rossz, majd lesz jövőre. És annyira elbízták magukat, ilyen szemben is, hogy nem szereltek fel elég gyors hadseregek, és aztán megjöttek Helmandba a tálibok. Ott volt kb. Egy ilyen 500 szerencsétlen angol békefenntartó, meg 300 kanadai, és jöttek a tálibok, mint a vihar, és aztán persze lehetett küszködni megint a régi stílusban, hogy akkor jön a légi támogatás, és igyekezzünk kisöpörni a legfontosabb
ellenséges falvakat, és visszamenni a támadásokat, de talán ők mindig kitérnek ellenünk, visszamenekülnek Pakisztánba, mindig pótolják a veszteségeiket, kinek a pénzéből vajon, csak nem arabi járosok pénzéből. Jaj, de Szaúd-Arábiát már mégsem lehet lerohanni. És így ment a háború, 2006-tól felfele, rengeteg légicsapás, rengeteg civil áldozat, egyre több légicsapás, már esküvőket is lebombáztak időként, mint lehetett tudni már, azért, mert hogy az esküvőkön ugye a levegőből lövöldöznek, akár gépuskával is afgánok volt, amikor amerikai repülőgépet ért a sorozat, tényleg volt egy ilyen leírás, hogy és aztán az amerikai repülőgép visszafordultak, erőstést kértek, és lebombáztak 4 falut. És így jutunk el a kabuli repülőtér betonjára felszállás előtt, vissza ugyanazokra a vidékekre, azok ugyanazokra a gyönyörű tájakra, ahol ugyanaz a helyzet, mint 40 évvel azelőtt, a mai napokban, ugyanolyan helyzetben az amerikaiak fantasztikusan felépített épületeit, iskoláit, amelyekben rengeteg lányt is tanítottak, akiknek gyakorlatilag Hafizullah Amin átkos uralma óta először volt lehetőségük tanulni, azokat tálibok rohanták le, a rengeteg ott hagyott felszereléssel együtt, hát ezeket be lehet tudni, hát most ezek már ilyen általános dolgok, ahogy Efraim Kishont írta egy random novellának legvégén. A további dolgok már nem olyan érdekesek, és a Héber enciklopédiában is megtalálhatók. Igazából Amerika sose rakott bele elég effortot ebbe az egész történetbe, megkezdett ezt a rohadt nyomorult iraki inváziót, és például mindenki beszél, hogy Amerika az óriási hadigépezetével teljes erejében ben volt Afganisztánban, és mégse tudott győzni. Igen, 2005-ben 140 ezer amerikai katona volt Irakban, és 20 ezer Afganisztánban. És igen, és én voltam 8 éves, és aki most újságíró 2021-ben, az, hogy nem emlékszik rá, azt lehet tudni a mai 50 évesek, aki ma írnak hülyeséget Afganisztánról? A Magyar Nemzetnél, meg a New York Times-nél, meg a nem tudom hol, tehát nekem kell emlékezni arra, ugyebár, hogy 2005-ben 20 ezer amerikai katona volt benne Afganisztánban, és aztán a ceiling, a plafon 100 ezer ember volt egy ekkora országra 2010-ben, amikor Obama ki akarta söpörni a tálibokat végleg, nem sikerült, spoiler. Tehát nekem kell emlékezni arra, 25 évesen egy teljesen más szakértőjeként, aki Afganisztánnal csak perifériásra foglalkozom, nekem kell emlékezni arra, hogy Amerikának rohadtul nem volt benne teljes effortjában ebben az egész műveletben, és nem vitt oda sose egymillió embert, hogy kisöpörnek mindenkit, nem az egész amerikai hadigépezet szemelet feleséget, hanem Amerikának az akarata, hogy végigvigye ezt a háborút, és igen, ez így röviden is írja az újságíró szakmát, és számos értelmiségi megszólalnak a véleményét. Megint mondom, nem én voltam akkoriban 30 éves, 2005-ben, úgyhogy talán ide egy kicsit magukhoz kapniuk az újságíró uraknak. És igen, így jutunk el odáig. Néhány klasszikus, közismert képen keresztül, hogy igen, Afganisztán legutolsó áldozatai, többek között az amerikai valamelyik légiszállítás hadosztályász, vagy tengerészoknál szóló hölgy is, olyan amerikai katonák váltak a háború utolsó áldozatainál áldozataivá, nem tudom, beszélni végére, Afganisztánban, akik, amikor a háború elkezdődött 2001-ben, akkor még csak 3 évesek voltak, mint ez a kis csaj, meg akkor születtek meg, és minden egyéb más. De hát így megy ez, ahogy szokták mondani. Kipling megmondta előre, aki ilyen akcióba fog, az szépen behúzhatja az egész világ utalatát, részben jogosan, részben kevésbé jogosan, és persze soha senki nem, és persze az afgánok úgy tűnik elhatározták, hogy nem ők nem akarnak egy típusú modernizációt, ebben van valami jogosság, és megérthető dolog. Az, hogy sokat támogatja az iszlám radikalizmust, az egy dolog, az még egy plusz érdekesség, hogy közben most már két iszlám radikális párt küzd Afganisztánban, ugye az iszlám állam, meg a tálibok, és igen, egyszer talán mégis vége lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!